Megégett bútorok, helyükről kiszakadt lámpák és rengeteg törmelék a földön, így nézett ki a kincsesbányai idősek otthona tavaly ősszel, miután kigyulladt egy szoba. A tragédiát az okozta, hogy valaki az ágyban dohányzott. A tűzesetek száma a téli időszakban megnő. A szakemberek sokszor hívják fel a figyelmet arra, hogy a füst és szénmonoxid érzékelők beszerzése gyakran megelőzhetné a bajt. Kopán Viktor Dávid tűzvédelmi főelőadó a Fehérvár TV Együtt magazinjában kiemelte. A lakástűzesetek számában nem történt nagy változás az előző évekhez képest, de még mindig sok gondot okoz, ha nem vagyunk elővigyázatosak. Az év első 9 hónapjában is sajnos már több mint 5000 tűzeset volt Magyarországon, épülettűzekről beszélünk, lakóépületek, intézmények, egyéb épületek, és ebben sajnos már több mint 50 ember életét vesztette halálos tüzekbe, úgyhogy azt gondolom, hogy egész évben oda kell figyelni a tűzmegelőzésre. Ennek a Móri Társasháznak a legfelső emeletén gyulladt ki egy lakás, ami átterjedt a szomszédos ingatlanokba is. Itt a tűzhelyen felejtett olaj okozott bajt. Ez az egyik leggyakrabban előforduló eset, de az elhanyagolt, nem karbantartott villamoshálózat, gyertyák, mécsesek is katasztrófához vezethetnek. Ezeket a mécseseket, gyertyákat, koszorúkat ne hagyjuk sose őrizetlenül, legyen a közelben akár csak egy kancsó víz, hogyha mégiscsak a koszorú meggyullad, akkor ezt el tudjuk oltani. Nagyon fontos arra odafigyelni, hogy a családi körbe ne a terítőre, ne a papírszalvéták közé tegyük ezeket a koszorúkat, a gyertyákat rajta, nem általában éghetetlen anyagból készülő, nem éghető tálcára tegyük őket, és sose hagyjuk őrizetlenül. Másik nagyon fontos, hogy előszokott az is fordulni, hogy este használjuk ezeket a mécseseket, gyártyákat, és hát úgy fekszünk leadni, hogy azok még égnek, és hát ez is egy nagy hiba. Kopán Viktor Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy bár szépek és hangulatosak a házakat kívülről díszítő világító berendezések, fontos, hogy ezek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezzenek, és ha elmegyünk otthonról, áramtalanítsuk őket. Hozzátette, sok tűzeset fordul elő abból is, ha nem megfelelő tüzelőanyaggal, akár háztartási hulladékkal tápláljuk a kazánokat, ezért erre is érdemes odafigyelni, hogy biztonságban teljen a tél.